A vikingek élete elég sokoldalú és szerteágazó volt a történelemben. Olyan szinten behálózták az akkori világ térképét, hogy szinte valamennyi ismert országban megfordultak ők kereskedőkként, hajósokként, földművesekként, de még hódító harcosokként is. Ebben a videóban róluk hoztam néhány érdekességet, tartsatok hát velem! Az egység. A viking kifejezés nem egy népnek az összefoglaló neve, hanem egy foglalkozás megnevezése. Skandináv származású fegyveres kereskedők, hajósok és harcosok összefoglaló neve volt. A kifejezést a vikingkorban hódító csoportokra csak az utókor aggatta rá, ők magukat soha nem nevezték így. Dánoknak, svédeknek, normannoknak azonosították magukat, és gyakran előfordult, hogy egymással is összetűzésbe kerültek. A föld. A vikingek, mivel kereskedők voltak elsősorban, ezért fontos volt számukra az, hogy a beszerzendő és eladandó termény minél közelebbről legyen elérhető. Ezért a legtöbb viking saját földbirtokot szerzett magának, és azon dolgozott, hogy a terményt jó áron eladhassa, és saját környezetét fenntarthassa. A családja etetéséhez juhot, disznót, kecskét tartott. A legtöbb viking tehát az ideje és élete nagy részét a földbirtokán töltötte. A szarvas sisak. A közhiedelemmel ellentétben a vikingek nem hordtak csatában magukon olyan sisakot, amin állati szarvak lettek volna. Harcban rendkívül előnytelen és egyensúlyozni is nehéz vele, szóval ez nem volt jellemző. Szarvas sisakban Wilhelm Richard Wagner operáiban mutatták először nagy publikum előtt őket, és tévesen a 19. századi festményeken is így ábrázolták a vikingeket. A rabszolgák. A vikingek profi kereskedők voltak, így a legnagyobb piacra is betörtek a középkorban. Az egyik legnagyobb kiszolgálói voltak a rabszolgakereskedelemnek, mikor angol száz földeken harcoltak. Rengeteg foglyot adtak el Európában és a Közel-Keleten is. A csodahagyma. A vikingeknek volt egy nagyon furcsa praktikája arra, ha valakit hasi sérülésért harc közben. A sebesülttel megitattak egy hagymából készített főzetet, és ha a lötynek a szaga nem kezdett el terjengeni a hasisebb felől, akkor az azt jelentette, hogy a sérült viking belső szervei nem szenvedtek komoly sérülést, és sok pihenéssel fel fog épülni. A napok. A hét napjait, amiket a német és angol nyelven használunk, azokat eredetileg skandináv istenekről nevezték el, és ezek a megnevezések a vikingeknek köszönhetők. A síjelés. Már 6000 évvel ezelőtt feltalálták a síjelést az emberek, a legtöbb tárgyi emlékünk róla a mai Oroszország területéről került elő, ugyanakkor nem elhanyagolható tény, hogy a 7. és 10. század között is a skandináv népek előszeretettel síjeltek dimbes-dombos havas tájakon, így praktikus foglalatosság volt a vikingek számára is. Síjelni ugyanis szórakozásból szoktak, erre az egyik legrégebbi skandináv emlékünk e népeknek a mitológiájából ered. Az egyik isten, Ull például úgy van rendszeresen ábrázolva, hogy síléceken közlekedik. A szépség. A vikingek hódító korából fennmaradt emlékek arról árulkodnak, hogy az északi népek szépség ideájának szőkének kellett lennie. A hölgyek szőke hajáért az urak oda voltak, és azért, hogy a férfiak is tetszenek a hölgyeknek, gyakran használtak olyan általuk készített szappanféléket, amik kiszőkítették a szakállukat és a hajukat. Ez bizony hiába volt gyakori eszköz a fürdésnek, a fejtetveket nem tudták eltüntetni. Ugyanakkor a vikingek hetente legalább egyszer fürödtek, ami jóval gyakoribb volt az akkori európai ember átlagfürdéséhez képest. Spárta. A vikingek körében az volt elfogadott, ha minél életre valóbb, minél erősebb gyermek jön a világra.
ha egy újszülött sokat betegeskedett, vagy valamilyen testi fogyatékossággal született, akkor a vikingek óriási szégyenként élték meg a dolgot. Azonnal megszabadultak tőlük úgy, hogy kivitték az erdőbe és magára hagyták, vagy a tengerbe dobták őket. Az étkezés. A vikingek egy nap kétszer ettek. Egy alkalommal reggel, mielőtt elkezdték a munkát, és egyszer pedig este felé, miután befejezték az aznapi tevékenységüket. Ételeikhez egyetlen édesítőszerként a mézet használták, a legerősebb alkoholos italukhoz is ezt használták fel, így gyakori mézsörfogyasztók voltak. A berzerker. Berzerkernek általánosan a történettudomány nevezi meg azokat az óészaki harcosokat, akik valamilyen transzállapotba kerültek alkohol vagy bármilyen tudatmódosítószer által, és ebben a bódult állapotban rontottak rá ellenfeleikre. Viselkedésükre a tombolás volt jellemző, amivel vadállati tulajdonságot utánoztak, hogy félelmet ébresztenek ellenségeikben. Ennek mitológiai vonatkozást is tulajdonítanak, így aki konkrétan transzállapotba kerül és tombolva kezd harcolni, az valójában alakot vált. Ez alatt értsük azt, hogy csak átlényegül az állattá a vad tomboló viselkedésével, és mellette annak a jellegzetes állatnak a bundáját viseli magán. Rengeteg szága az ilyen harcosokról szóló történeteket előszeretettel állattá változással színezte ki. A valóság az volt, hogy nem beszámítható transzállapotban eszetlenül rárontottak az ellenségre, de oly mértékben, hogy a vikingek is elképedtek a vérfürdőn, amit okoztak. A berzerker szó medveruhást jelent, tehát neki a medvévé való átlényegülés képességét tulajdonították, az Ulfhednar szó farkaskabátost jelent, ők farkasokká lényegültek át, és a történetük több európai és közel-keleti népnek az írásos emlékében fennmaradt. A Jöfúr egy sajátos szó, ami a skandináv mitológiából ismert és vadkarnál változó harcost jelöl. Felfedezés. A vikingek előbb jártak Amerikában, mint Kolumbusz Kristóf. Egy viking, Leif Erikson volt az, aki első európaiként megközelítette Észak-Amerika, pontosabban a mai Kanadához tartozó Új-Fundland partjait a 10.-11. század fordulóján. Ezt a területet Vinlandnak nevezték el, mivel jó szőlőtermő vidéknek tartották, és ez jó jel volt számukra a bortermelés fényében. Itt le is telepedtek egy időre. A magyar viking. Leif Erikson útjain elkísérte egy magyar férfi is, akit Türkernek hívtak. Az izlandi Heimskringla Türkert Leif atyai jó barátjaként említi, gyakorlatilag a nevelőapjaként nevezik meg őt. Újfundlandon Türker eltűnt, és Leif Erikson az embereivel keresni kezdte. Egy szőlősben találtak rá, ahol fintorogva, a szemét forgatva a saját anyanyelvén morgott valamit, amit a vikingek nem értettek, így az akkori óskandináv nyelven közölte velük, hogy a hely, ahova érkeztek, igazi szőlőtermővidék, amiből bort lehet készíteni, és az ő hazájában szintén terem ez a gyümölcs. Türker magyar származása mellett szól, hogy a 9.-10. századi magyarok jellegzetes testfelépítését is leírják az irodalmi műben, miszerint Türker a vikingekhez képest alacsonyabb férfi volt. A külföldi szakirodalmak a nevéből a török származást feltételezik, azonban a korszakban ezt a kifejezést ebben az alakban nem a mai értelemben vett török emberekre használták, hanem a türkökre, az ótörök népekre. Európában jellemzően a 8.-10. század között a magyarokra és a velük kulturális rokonságban levő sztyeppei népekre használták ezt a szót. Erre az időre közülük a magyaroknak volt saját országa, ami a Kárpát-medencében volt már akkoriban. A magyar fejedelemség és az első István által alapított magyar királyság pedig rendszeres kapcsolattartó volt a vikingekkel. Géza fejedelem óta tudjuk, hogy varék testőrsége volt a magyar uralkodónak, vagyis viking felmenőkkel rendelkező harcosokat alkalmaztak. A legközelebbi kereskedelmi lerakatuk a magyar állam mellett, a kijevi fejedelemség területén volt a Dnyeper mellett. Türker emiatt feltételezhető csupán, hogy Leif Erikson utazásaira vagy magyar harcosként, vagy ótörök, török származású rabszolgaként lett kívánatos társaság. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve Patreonon is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!